Jó estét kívánok! Jövő héten már az Európa Liga csoportkörében kell bizonyítani a Molvidi FC-nek. Éppen ezért nyilván már nagyon sokan tűkönülnek, és nem csak itt Székesfehérváron, hiszen gyakorlatilag az ország egész részéről, vagy több részéről is érkeztek az Alkatén elleni BL selejtezőre. De most már ugye az Európa Ligára koncentrál a csapat. Éppen ezért többek között ennek kapcsán foglalkozunk majd a Vajnokok Városa mai adásában elsősorban a Molvidivel, és persze egy kis tömegsport is lesz a végén, annál is inkább, hiszen a hétvégén rendezték Budapesten a rendkívül népszerű Vizer félmaratont. Nos, a válogatott szünet alatt is készült az újabb feladatokra a Molvidi. A kedd délelőtti edzés előtt azonban belefért a programba egy városházi látogatás, amelyen a polgármester köszöntötte a nemzetközi kupában kiválóan teljesítő csapatot. Én megszokhatok, hogy itt a Városházán a nagy sikereket, bajnoki címeket, győzelmeket elért sportolókat fogadjátok, és hát a Vidivel is megtörtént ez már akkor a bajnoki cím éjszakáján. Most pedig újra, ami nekem azt üzeni, hogy ezt a Bajnokok Ligája selejtező sorozatot, illetve az, hogy a csapat bejutott az Európa Liga csoportkörébe, legalább akkor a sikerként éli meg és értékeli a város, mint egy bajnoki címet. Én úgy gondolom, hogy értékelheti is úgy, hiszen tudjuk, hogy a labdarúgás az egy óriási nemzetközi verseny, és ebben elérni egy csoportkörig az egyáltalán nem magától értetődő egy magyar klubnak és egy magyar csapatnak. Ráadásul úgy, hogy azt gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon szép sorozat volt, komoly csapatokat vert ki a Vidi, és nem sok hiányzott ahhoz a Bajnokok Ligája csoportkörhöz sem. Olaszosan és magyarosan is mondhatjuk, hogy nagyon kevés dolog hiányzott, azt gondolom ehhez, de összességében szerettük volna itt a Városháza tisztelmében kifejezni a Vidi felé, a játékosok felé, a szakmai stáb felé, a klub irányába azt, hogy a város nagyra értékeli ezt az eredményt, köszöni a csapatnak az eddigi szereplést, kíván nekik mind a bajnoki idényhez, mind pedig a Európa Liga csoportkörhöz sok sikert, eredményes munkát. Nyilván mindenki nagyon sajnálja, hogy ezeket a mérkőzéseket nem Fehérváron lehetett rendezni az új stadionban, de természetesen bízunk benne, hogy a csapat minél hamarabb haza tud költözni, vissza tud költözni Székesfehérvárra, mert azért mégiscsak itthon a legjobb, és itthon kell és érdemes ezeket az élményeket átélni. Természetesen kifejeztük azt is, hogy köszönjük a klub vezetőinek, a tulajdonosának, a támogatóknak, szponzoroknak, hogy ezt lehetővé teszik, hiszen tudjuk, hogy nem csak a verseny nagy, hanem bizony az anyagi háttér is ilyen klubnak jelentősnek kell lenni ahhoz, biztosnak kell lenni ahhoz, hogy ezek az eredmények elérhetők legyenek, és igazán az lenne a fontos, az lenne a jó, és úgy látom, hogy ez is a törekvés, hogy ez ne egy kifutott eredmény legyen, hanem mind a bajnoki cím, mind pedig utána a sikeres nemzetközi kupa szereplés az folyamatosan jellemezze a Vidit, és ezáltal a székesfehérvári labdarúgást. Azt gondolom, hogy ezt várják a szurkolók, és ezt várja most már a szélesebben vett közvélemény is. Amikor nyár elején ugyanebben az épületben a bajnoki címet ünnepelt a csapat egy emlékezetes éjszakán, akkor talán kevesen gondolták volna, hogy nem sokára megint lesz mit ünnepelni. Már gondolom, ti nem tartoztatok ezen kevesek közé, hiszen a cél a jó nemzetközi szereplés volt. Ez most annak szól, hiszen már tényleg sikerek vannak a csapat mögött. Mennyire voltál biztos benne, hogy ez így lesz, illetve mennyire érzed, hogy ez most mégiscsak egy állomás, és további újabb sikerek várnak a csapatra? Ugye, nyilván a sportban nagyon fontos a hit, és az alázat, és a kemény munka. Ebben a csapatban, ebben a klubban ez benne van. Készültünk erre már az elmúlt években tudatosan, precízen, és természetesen ugye folyamatosan kerestük azokat az embereket, akár edző, akár játékos, akivel ezeket a célokat meg tudjuk valósítani. A tulajdonosnak és a szponzoroknak köszönhetően olyan háttér van, ami arra predesztinálja ezt a csapatot, hogy igenis sikereket érjen el, és fokozatosan lépkedtünk előre. Ugye a nemzetközi kupákban évek óta a Vidi volt a legtovább versenyben maradt klub, a legsikeresebb, és erre most feltettük a koronát ezzel az Európa Liga csoportkörös szerepléssel, de véletlenül se így az, hogy mi ezzel megelégszünk, akár beszéltek a tulajdonos, vagy éppen a vezetőedző nevén, vagy a játékosokat képviselve, úgyhogy hiszünk magunkban, és hiszünk abban, hogy a csoportkörben is húzhatunk még valami váratlant, ezen dolgozunk. A játékos keret tovább erősödött, tovább szeretnénk még erősíteni, hiszen, ahogy mondtam, idén Európa Liga csoportkörösök voltunk, és nagyon közel voltunk, ugye a BL-hez is megérdemelte, jutottunk volna be akár a BL csoportkörébe is. Ebben az évben ez nem sikerült,
de úgy fogunk dolgozni, hogy természetesen bajnoki címvédőként komoly siker van mögöttünk, komoly teher is nyomja éppen ennek köszönhetően a válunkat, de el fogjuk bírni, mint ahogy ezt bebizonyítottuk már nagyon sokszor, hogy a játékosok is a pályán, hogy elbírják a terheket. Biztos vagyok benne, hogy ez a bajnokságban is rengeteg erőt fog adni, és hogy ugye itt ezen a nemes alkalom kapcsán elhangzott a polgármester úr szájából is és szavaiból is következtet, hogy ők is nagyon szeretnék már a csapatot itthon tudni, mi is nagyon szeretnénk már tényleg itthon játszani hosszú idő után, úgyhogy most már nagyon-nagyon várjuk és vágjuk a centit, hogy mikor költözhetünk, ami megint csak egy óriási erőt fog adni az egyébként is erős klubnak és egyébként is erős csapatnak, arról nem beszél, hogy ugye vannak terveink arra, hogy akár hogy a csapatot is, de hogy a klubot is tovább erősítsük. Ugye az említett nagy nemzetközi versenyben, ami a labdarúgásban van, a magyar futball sajnos az utóbbi 20-30 évben csak elvétve az életjelet magáról, de ezekhez az életjelekhez azért a Vidinek rendre köze van, hiszen az utolsó magyar csapat is, amely csoportkörben szerepelt, a Videoton volt. Érezhetjük-e úgy, hogy bár tradicionálisan még mindig nagy pesti csapatokat szoktak emlegetni, azért aki az európai futballt figyeli, és gondolhatunk itt akár Liverpool szurkolókra, akik felidézték, hogy 85-ben mit csinált a Manchesterre mondjuk a Vidi. Tehát, hogy Székesfehérvár és a Videóta legalább olyan egyenrangúan jelen van most már a nemzetközi futball közvéleményben, mint akármelyik másik nagy tradicionális klub. Én úgy gondolom, és hiszek is abban, hogy abszolút így van, és egy olyan utoljára klub, ami ezt tartósá is tudja tenni. Tehát pont azt lehetne elérni, hogy ez ne egy-egy kifutott eredmény legyen, ne egy-egy nagyon-nagyon hullámzó teljesítmény, hogy van egy jó év, és utána pedig hosszú évekig úgymond nincsen eredmény, hanem igenis legyen egy stabil eredmény a legjobb csapatok között a hazai bajnokságban, ami nemzetközi kupa szereplést ér, és a nemzetközi kupában pedig időről időre igenis odaérjen a csapat az Európa Liga csoportkörbe, és látható, hogy azért a Bajnokok Ligája csoport körben nagyon nehéz, de azért nem lehetetlen, de ehhez építkezni kell, a körülményeknek is olyannak kell lenni, nem csak a stadionnak, hanem mindennek, ami ezt a klubot körülveszi, amit egyébként Európában ezek a klubok egyébként megszoktak, amiben mondjuk úgy, hogy teszik a dolgukat minden nap, vesznek részt a hazai vagy a nemzetközi versenysorozatban. Azt látni kell, hogy a labdarúgásnál nincsen nagyobb verseny egy sportágban sem a világban, különösen Európában, akár a Bajnokok Ligáját, akár az Európa Ligáját nézzük, látható volt, hogy semmit nem adnak ingyen. Látható, hogy mondjuk egy luxemburgi csapat már hogyan és meddig tud adott esetben eljutni, vagy egy-egy csapat, amelyik mondjuk az előző körben, a BL csoportkörébe vagy EL csoportkörbe volt, az nem automatizmus, hogy a következő évben is oda tud kerülni. Egyszerre kell a klubnak fejlődni, a szponzori háttérnek, a létesítményeknek, és nem csak a stadionra gondolhatunk, hanem az azt körülvevő egyéb létesítményekre, az utánpótlásnak. És igen, jó lenne elérni, hogy ez pedig egy folyamatos nézőszám bővülés is eredményezne, mert azért a focihoz a hangulat, a jó hangulat hozzátartozik, az az atmoszféra, amit egy labdarúgó stadionban, ha az tele van, vagy legalábbis sokan vannak, át lehet élni, amiatt szeretjük ezt a csodálatos sportágot ennyien. Amióta sorsolási ismert lett a nemzetközi csoportkörben, nyilván azért volt idő ezt megemészteni, és hát különböző terveket szőni, gondolom elsősorban persze majd a szakmai stáb feladata lesz azt kitalálni, hogy hogyan szerezhetélek pontokat, hogyan lehet versenyben a Vidi. Neked mik a benyomásaid, hol lehet nekünk valós esélyünk? Ugye jövő héten kezdődik a menetelés egy hazai meccsel. Én nem szeretnék abba belemenni, hogy hol szerezhetünk, hol szeretné nyerni, hol lehetne elég egy X is. Márko Nikolic bebizonyította ebben a BS rejtezés sorozatban, hogy mindig megtalálja az ellenfél gyenge pontjait, illetve remekül felkészíti a saját csapatát arra, hogy mi az, amivel meglepetést tudunk okozni. Ennek volt köszönhető az egyre dominánsabb és jobb játék, ugye onnan, hogyha visszaemlékszünk arra, hogy indultunk a luxemburgi Dudaranzsalan, akik egyébként szintén csoportkörbe jutottak még mielőtt, ugye, hogy jó magyarosan bárki is lenézni ezt a csapatot, de ami nagyon fontos az, hogy a csapat gyakorlatilag nem csak körről körre, hanem meccsről meccsre fejlődött és mutatott egyre jobb és dominánsabb játékot, és akár a Malmö, vagy éppen már az AEK Athén ellen is tényleg nem csak helyenként, hanem mérkőzésen nagyobb részében domináns futballt tudtunk bemutatni. Úgyhogy ez mindenképpen nagy bizakodásra ad okot. A Molvidi nyári kupa menetelésében és a magyar válogatott utóbbi mérkőzésén is kulcs szerep jutott Kovács Istvánnak. A fehérvári középpályás élete legjobb formájában játszik ezekben a hetekben.
Kovács István, mintha fénykorát élné, a Vidiben és a válogatottban is alapember lett, miközben csapataival itt is ott is sikerélményhez juttatta a szurkolókat az elmúlt hetekben. Nagy változás ez ahhoz képest, hogy nemrég még küzdenie kellett a csapatba kerülésért Fehérváron. Tudom emelni Márkó Nikoli szerepét, amikor ide került a csapathoz, akkor az első között volt, a kérdések között elsőként szerepelt az, hogy velem mi van és az én sérülésem hogy alakul. Ez nagyon jól esett. Akkor abban az első fél évben még nem igazán tudott használni, ennek köszönhetően is, mert sérülésből jöttem vissza, és nem voltam olyan állapotban, hogy segítségére lehessek a csapatnak, de utána csináltam egy olyan téli felkészülést, aminek köszönhetően a bajnoki hajrára a tavalyi szezonban már ott tudtam lenni a csapat mellett, és kezdőként is tudtam szóhoz jutni, és olykor-olykor jól is tudtam teljesíteni. Talán ennek köszönhető, hogy utána a nyári felkészülésnél már úgy számolt velem, hogy nem csak kiegészítő emberként, hanem akár a kezdő 11-ben is tud velem számolni, és ennek volt az köszönhető, hogy itt tényleg a nyár folyamán többször is ott álltam magam a kezdő csapatban. A másik része pedig az, hogy siker idején és jó csapatban jó játékosok, mert sokkal könnyebb jó teljesítmény nyújtani az embernek. Ez most nálunk itt a Videótonnál megvan, és örülök neki, hogy én is aktív részese lehetem ennek a nagyszerű menetelésnek, és ne felejtsük el, hogy a bajnokságban is lépdelünk, még ha nem is úgy, ahogy szerettünk volna, és úgy indult a szezon, mert 2-3 döntetlen is becsúszott, de ettől függetlenül szerintem dicsért illeti a csapatot, hogy ilyen sok mérkőzéssel a hátunk mögött is tudtunk több fronton is helytállni. A Vidiben és a válogatottban közös, hogy elsősorban szervezett játékkal és jó védekezéssel van esélye az erősebb ellenfelekkel szemben, és ezt mindkét csapatban megértették és elfogadták a játékosok. Reálisan kell értékelnünk most már a helyzetünket, főleg a magyar futballban. A mai világban most már senki ellen nem lehet biztosra menni, főleg nem a magyar válogatottnak, vagy éppen a magyar klubcsapatoknak. Úgyhogy át kell értékelni az értékrendeket, és mi is tudjuk, hogy nincsenek világklasszis játékosaink, hanem bizony csapatszinten kell azokat a különbségeket eltüntetni, amik éppenséggel fennállnak a köztünk és a riválisaink között lévő párharcok során. Ezt szerintem jól kezelte, mint a Videóton, mint a válogatott, legalábbis a válogatott az utolsó meccsen, az első meccs ott sem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, nem úgy terveztük, hogy Finnországban pontok vagy pontok nélkül térünk haza, de ettől függetlenül a görög csapat ellen, amit mondhatjuk az, hogy a legjobb csapat a csoportunkban, már azt a játékot játszottuk, amit ön is mondott, hogy tényleg szervezettem, együtt egymásért küzdve, és az utolsó percig odafigyelve, koncentrálva, ami nem igazán volt jellemző a magyar válogatottra, vagy éppen a klubcsapatokra, és ugyanezt tetten érhető a Videóton szereplésében is. De mondom még egyszer, szerintem itt a legnagyobb érdem a szakmai stábokat illetik, mert mi ugyanazok a játékosok vagyunk, akik voltunk előtte is, akik éppenséggel nem úgy szerepeltek, ahogy szerettek volna. Most viszont adva van ez a szakmai rész mind a két területen, a válogatottnál is és a klubcsapatainknál is. Úgyhogy reméljük, hogy ez kitartott későbbiekben is, és ez nem csak a kezdete volt ennek a szép sorozatnak, hanem akár csak az eleje, és reméljük, hogy még sokkal több van ebben. Kiskokó nagy kedvenc lett, és a pozitív élményekből tovább építkezhet, így még az sem zavarja, hogy a nyár óta folyamatos a terhelés, és zsinórban játssza a meccseket. Személy szerint nagyon örülök ennek, hogy akár hetente is két mérkőzés játszunk, kevesebbet kell edzeni, és többet kell végre focizni és a pályán lenni. Főleg az én elmúlt időszakaim tükrében ez kifejezetten jó, mert elég keveset voltam sajnos a pályán különböző okok miatt. A másik része pedig az, hogy tőlem soha nem fogják ezt hallani, hogy sorozatterhelésben éppenséggel nem esik jól játszani, vagy fáradt vagyok. Nekünk ez a feladatunk, és addig örülhetünk, ameddig ilyen sok meccsünk van, mert azt jelenti, hogy még sokáig több fronton is helyt tudunk állni, és ott lehetünk. Úgyhogy én ennek csak örülök, és remélem, hogy nem csak ősze, hanem akár tavasza is folytatódik ez. A hétvégén a bajnokság folytatódik. Kérdés, hogy a válogatott mérkőzések miatti szünet nem törte el meg a Vidi lendületét, amire nagyobb együttesek esetében is volt már példa. Nem hiszem, hogy nyomot fog hagyni. Egyről nem tudom, hogy hogyan fog alakulni a hétvégi kezdőcsapat, és mi az elképzelés a szakmai stábnak. De most már Videóton van olyan erős csapat, hogy egy-egy poszton akár 2-3 játékos is verseng a kezdő csapatba kerülésért, úgyhogy ez nem lehet probléma és nem lehet kifogása a csapatunkat és az ő eredményét illetően. Mert lehet, hogy mi most elmentünk a válogatotthoz, de közben igazoltunk 2 játékost is, akik aztán bevethető állapotban lesznek, biztosan vagyok benne a hétvégére. Úgyhogy a szakmai stáb feladata megtalálni azt a 11 játékost, hogyha nem is a válogatott játékosokban gondolkodnak, de mások is meg tudják ezt oldani. A Vidi szombaton a Puskás Akadémiával játszik természetesen esélyesként, de a papírformát még valóra is kell váltani. Kovács István és a csapat erre készül. Az elmúlt mérkőzések azt mutatják, hogy a Videóton az esélyes, még annak ellenére is, hogy papíron
idegenben játszunk. Most már több éve, talán lassan 3 éve játszunk felcsúton. Nekünk is valamilyen szinten hazai pályának számít. A másik része pedig az, hogy a Puskás nem úgy indult, ahogy azt szerintem tőle elvárható is, amire a játékos keret predesztinálja a szezonban. Utolsó jelenleg a bajnokságban, mi viszont a bajnoki címet szeretnénk megvédeni, ehhez pedig az ilyen meccseket is be kell húzkodni szépen becsületesen. A másik része az, hogy nem gondolom, hogy hétvégén könnyű mérkőzés elé nézünk, mert a Puskásnak is illene most már pontokat szerezniük. De reméljük, hogy nem ellenünk fogják ezt elkezdeni, úgyhogy arra számítok, hogy mi dominálva fogunk fellépni a pályára, és az lesz az elsődleges, hogy rá tudjuk erőltetni az akaratunkat a Puskásra, és akkor nem hiszem, hogy gond lehet. Legutóbb Budapesten a 33. Vizer félmaratonon találkoztak a futás szerelmesei, a fővárosi eseményen természetesen sok fehérvári állt rajthoz. Ezúttal vadonatúj helyszínen zajlott a 33. Vizer Budapest félmaraton. Az ELTE lágymányosi kampuszának 2 épülete között épült fel a versenyközpont, míg a rajt és a célterület a Pázmány Péter sétányon került kialakításra, ahonnan reggel 8 órakor rajtolt el a félmaraton mezőnye. A viszonylag korai rajt jó döntésnek bizonyult, hiszen már ekkor 18 Celsius fokot mutatott a hőmérő, és az alatt a bő 20 perc alatt, mire a több hullámban indított 10.575 egyéni félmaratonista és az 1700 váltó kezdő emberei elrajtoltak, már 20 fokra kúszott fel a hőmérséklet. A népes tömegben rekordot döntött a külföldi futók száma. 79 ország 2600 vendégfutója csodálhatta meg az idei félmaraton új útvonalát, amely zömmel a Duna két partján, 3 hídon és a Margit szigeten átvezetett. A hazai futók több mint fele vidékről érkezett, összesen 928 településről. A megyei rangsorban, Pest megyét nem számítva, Fejér megye az első 326 célba érkezővel. Köztük a leggyorsabb, az abszolút 7. helyen beérkező, az Arak színeiben az OV-n is induló Bogos Tamás és az Agárdi Víg Réka voltak. Ők persze nem először teljesítették a 21 kilométeres távot, míg idén közel 1400-an vállalkoztak életük első félmaratonjára, de itt mindenki győztes, aki célba ér, és megérdemli a különleges befutóérmet. Melyikötök ötlete volt, hogy életetek első félmaratonját együtt fussátok le? Az én ötletem volt. Kiegészítő sport lett a futás a lányomnak. Én nekem régi versenysportom a futás, és elkezdtünk együtt futni tavaly, és egyre hosszabb távokba mentünk bele, és az érem az, ami motivált, hogy annyira szép, hogy ez már kell. Amikor édesanyád mondta, hogy egy félmaratont kell futni, mit gondoltál? Először kicsit féltem, mert hát nem futottam még ilyen hosszú távot azelőtt. Végül belementem, de megértem, mert nagyon tetszik az érem. Jó volt, hogy voltak zenei pontok, meg sok látnivaló. Én soha életemben futottam ilyen hosszút, tehát tényleg életem első ilyen hosszú távú futása volt. Jó volt, izgalmas volt, érdekes volt, és embert próbáló volt, azt kell mondjam. Nagyon jó volt, szép volt. Mi vonz téged évről évre erre a rendezvényre, hiszen azt hiszem egyet sem hagytál ki? Egyrészt az, hogy jó verseny, meg szeretek futni nyilván, de hogy ide azért jövök nagyon szívesen egy ideje, mert így a 15. versenyre derült ki az, hogy mindegyiken voltam. Addig én ezt nem tartottam számon. Azóta így nagyjából ez a fix program, most már figyelek rá, hogy ne maradjon ki. Így ez a 23. volt zsinórban. Nekem ez a pálya nagyon tetszett, mert végig a Dunaparton ment, és a Margit sziget benne volt megint, és én jobban szeretem ezt, mint ott a másik, a korábbi szokásos útvonalnak. Voltak része, amit kevésbé szerettem. De lehet, hogy már csak azért voltam nyugos, mert már meguntam. És ez így jó volt ez a változatosság. Számoltad, hogy ez hányadik félmaratonod volt? Hogyne, én számon tartok mindent. Főleg amióta a jubileumi 20-at betöltöttem, és akkor azt mondtam, hogy többet nem futok. De idén még ezt az egyet bevállaltam, mert a 21-es még szebb szám, mint a 20-as. Úgyhogy most ezt tartom a búcsúfutásomra. Egész pályafutásod alatt hány kilométert futottál? Úgy számítottam, hogy 200 ezer kilométer, pár száz kilométer hiány. Mi az, ami egyébként tetszik a Budapest maratonokba, félmaratonokba? Ez maga, hogy a főváros szép látványosságait. Vár alatt elfutni, az országház előtt elfutni, Margit szigeten elfutni, csodálatos.
Azt hiszem, hogy alaposan kihasználtátok ezt a félmaraton, adta lehetőségeket. Mindenféle variációba futottam a párommal és a kislányával váltóba, futottam két kollégámmal váltóba és egyénibe is végigtoltam a történetet. Nagyon jó volt, de voltak kritikus pillanatok, főként ott a közgáz előtt, ott a napos részen. Ott azért az ember fejébe többször megfogalmazódik, hogy na, én aztán soha többet, de amikor meg ide beír az ember, tök jó, és akkor azt mondja, hogy igen, lehet, hogy idén még egy belefér, és jövőre akkor persze folyt körül. Akik úgy érezték, hogy számukra a félmaraton még nem a legyőzhető távolság, az NN páros félmaratonra vagy a Laufen trióra szervezhettek váltócsapatot. Ez utóbbiban a zenészeknek kiírt Papageno varázs futod a kupában a művészek is bizonyítottak. Én voltam a felbújtó, igazából. Ágit hívtam nyáron, hogy van-e kedved jönni erre a Vizer félmaratonra. Rögtön azt mondta, hát persze. És akkor kerestünk egy harmadikat, mondtuk, hogy legyen egy férfi, aki jól bírja, hát a Pistire esett a választás. Életemben először vagyok ilyen nagy társasági futáson, de most ez fantasztikus, jól esett. Tehát egész végig azt éreztem, hogy jó. Örömteli és élvezetes. Az útvonalon zenészek is vannak, méghozzá ilyen 4-5 kilométerenként. Ez nektek hogy jön le, akik zenéltek? Nagyon jó, mert feldobja a hangulatot. Ugye még én az elején voltam, ott még azért friss voltam, de jó látni, hogy biztatnak bennünket is. Plusz erőt ad, gratulálunk nekik is. Fantasztikus hangulatot csináltak, egész más így futni. A lágymányosi kör 2,3 kilométerére azokat a futókat várták, akik a félmaratoni távra még megosztva sem vállalkoznának. De szerettek volna részesei lenni a futóversenyek fergeteges hangulatának. Speciális befutás volt, ezt gyakoroltátok? Nem, igazából csak úgy jött az ötlet, hogy miért is ne csinálhatnánk meg, szóval ennyi volt. Nem gyakoroltuk. Egyébként ez valami tánclépés, mondjuk egy szirtak? Az akart lenni, mert azért ilyen időben nehéz szirtakizni, szóval így megpróbáltuk kihozni belőle a legtöbbet. Miért pont ezt választottátok, ezt a betétszámot, ezt a lágymányos kör? Ez olyan rövidnek tűnt, és úgy gondoltuk, ezt végig tudjuk csinálni, és hát azért tévedtünk egy picit, de ugyan nagyjából meg volt. Kellemes volt, már itt egy nagyon fárasz volt, mert tűz a nap, de ez már egy ilyen régi álom volt, hogy megcsináljuk, és most így rájöttünk, hogy 2,3 kilométer lett, miért ne? Úgyhogy ezért, de nagyon jó volt. Végig jártuk az összes, mi ugye a Lati, meg volt a hip-hopos, jöhet egy kis görög hangulat, de ugye ehhez kell egy család, és ahogy Csengem mondta, hogy még jó, hogy nem olyan családból jövök, aki azt mondja, hogy szirtakizzuk végig a futóversenyt, persze megyünk, szirtakizzuk végig. Kedves nézőink, ez volt már a Bajnokok Városa, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!